a Szombathelyi járási ügyészség indítványozta, a Szombathelyi járás bíróság nyomozási bírója pedig elrendelte, a 38 éves nő és 31 éves férfi gyanúsítottak előzetes letartóztatását. A bíróság álláspontja szerint az ügyész indítvánnal egyezően a gyanúsítottak szökésétől, elrejtőzésétől kell tartani. Tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak a tanúkkal összebeszélnének, vagy megkísérelnék őket befolyásolni, illetve fennáll a bűnismétlés veszélye is. Mivel gyanúsítják őket? A nyomozóhatóság 18. életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett személyi szabadság megsértésének büntettével gyanúsítja a gyanúsítottakat. Ez más, mint az emberrablás, ugye? Igen, ez más, mint az emberrablás. Az emberrablásnál szükséges az is, hogy a gyanúsítottak az elrabolt, elvitt személy szabadságának visszaadását, követelés teljesítésétől tegyék függővé, jelen esetben ilyen nem történt. A jelenlegi minősítés mellett a bűncselekmény büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés. Klára akar mondani valamit? Szeretne bármit mondani ezzel az üggyel kapcsolatban? Az édesanyának, akitől elvitték a csecsemőt?